A Zeneosszal és a Szakál Metállal ismét készültünk nektek egy kis jariszos promócióval. Egy ilyen frankó nagyméretű egérpadot kaphattok minden 5000 forint feletti vásárlásnál, amit a Szakál Metál webshopjában végeztek. Amit tudni kell, ha még nem regisztráltatok, akkor regisztráljatok. Ehhez használjátok az Oliver Amon kuponkódot, mert ezzel már kedvezményt kaptok a vásárlásotokból, és amikor megtörtént a vásárlás, akkor ismét be kell ütni az Oliver Amon kuponkódot, és kiválasztjátok, hogy kéritek az egérpadot. Húzzatok bele, nincs belőle sok, baromi jól néz ki, jó rajta dolgozni, szerezzétek meg! Ez itt az Eskügyári, az új műsorunk, amiben a ti tuning autóitokat fogjuk átnézni, kielemezni, megszakérteni. Ebben segítségünk lesz Ágó Béla, okleveles járműmérnök és Formula 1-es gépátverő. Úgyhogy ha szeretnétek erre jelentkezni, akkor a leírásban van egy link, és ott egy űrlap kitöltésével ezt meg tudjátok tenni. Aztán lehet, hogy magatokat fogjátok itt visszanézni. Így van, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és már kezdünk is. Nem is tudom, hogy nyomhattunk le ennyi adást úgy, hogy nem jött hozzánk Golf. Hát szerintem, hogyha itt Közép-Kelet-Európának van tényleg kultikus autója, akkor az a Golf, hiszen nálunk végigkísérte ugye a rendszerváltást. És ha volt jugoszláv államokban, pedig olyan elemi része volt az életnek, mint nálunk a régi Swift. Valóban az a rendszerváltás az annyi behozott autót jelentett, akkor ez volt a, hát egy elérhető autó volt relatíve. Nyilván főleg még az egyes, akkor ugye a 90-es évek elején, de később is ömlött be ez a jó kis autó. De nem késett sokat, mert itt van. Igen, végre itt van. Nagyon köszönjük, hogy elhoztad, Gábor. Azt mondtad, hogy 20 év alatt ment 15 ezer kilométert? 15 év alatt 20 ezer kilométert ment nálam. Hát nem nagyon sokat. Nem voltak időszakok, amikor egyáltalán nem használtam. Attól függ, hogy az élethelyzet hogy hozta, mennyi időm volt rá. Most az utóbbi időben újra elkezdtem használni. Na meg ha ennyi évről beszélünk, akkor ebben biztos benne volt az építésnek az ideje is, mert akkor általában áll a építés közben az autó. Így van, folyamatosan épül. És ez már egy sokadik változat. Honnan ez a indultunk? Sokadik verzió. Onnan indultunk, hogy ez eredetileg 1100 köbcentis LX verzió, egy LX kivitel, 53 lóerővel, 4 sebességgel. Majd jött a gondolat, hogy a modern közlekedés sebességét fel kellene venni, és hogy valami erősebb motort kellene belerakni. Gondolkoztam abba, hogy az 1100 köbcentit mondjuk 1300 köbcentire feljavítani egy G60-as töltővel. Majd jött szóba az ABF, 2 liter, 3-as Golf GTI-ből, 1.8 turbó, VR5, bármi. Nézegettem a súlyt is nyilván, és végül is az 1.8 turbónál maradtam. Nagy tételben elérhető, sok szakember, sok tuning. Így van, nagyon-nagyon könnyen elérhető, javítható, könnyen tuningolható. Hogy mennek most az árfolyamok? Mennyibe kerül egy ilyen 1.8T? Ez a verzió, ez az első típus, ez az AGU, ez még a 150 lóerős. Állapottól függő, de hogyha csak egy blokkról beszélünk, nincsenek a kiegészítő alkatrészek, 50-től 100-120 ezer forintig mennek kompletten. De hát lehet még sokat is volt, basszus. Ez így van, igen. Ebben a motorban, tehát hogyha most már előtted a poént, hogy mi van benne, 150 lóerőről beszéltél, az lehetett egyik verziónak az eredeti teljesítménye, igen, ugye? Igen. Ugye ez nagyon sok verzióval jött ki ezután, az évek alatt, és gondoltam, hogy javítsunk rajta. Lett egy módosított motorvezérlő, 150 plusz lóerő, mérve nem volt, valószínű nem is lesz, mert már a 150 lóerő is bőven sok volt ehhez a velem együtt 950 kilóhoz, de elméletileg tudnia kéne valahol a 180 és 200 lóerő között. Valamit. Igen. Nekem az jut eszembe, hogy a Paptibinek volt ilyen az A6-osában, és hogy azért az sem ment rosszul. Nem, és hogyha itt megnézed a tömeget, ugye ha bár LX, az a luxusra hajaz, tehát valószínűleg agyon van extrázva, az egy négyes váltóval, ami volt egy benne. Egy hangszóróval, a rádióval. Meg azzal az összes három ajtóval, tehát azért itt 800 kiló alá tippeltem volna az eredeti 1.1-est, ugye a GTI volt talán 8-10. Ugye papíron 800 kiló, belekerült most a nagyobb motor, velem együtt 950 körül mozog. Na, az még mindig jó, tehát az a teljesítményt akartam vele összehozni, igen, hogy, igen, hogy akkor azért rendben vagyunk. Combosan hangzik. Ezen felül hozzányúltál fékhez. Természetesen kapott egy nagyobb féket előre, 2-es Golf G60 GTI-nek a fékeit, 280 mm-es tárcsával, a nagy nyergekkel, és még folyamatban van, hátulra fog kapni tárcsát, hidat és egy fékerő szabályzót. Milyennek a folyamatnak az akadálya? Hát
Egyrészt az idő és a pénz, viszont hogyha hivatalossá szeretném tenni, az ami nehéz. Ez nagyon fontos szerintem ennél az autónál, hogy szerettem volna egy olyan autót hívni, ami a teljes papírosodás útján felén van. Te tudomásom szerint a motor már benne van. A motor és az állítható magasságú futómű az bent van, forgalmiban szerepel. Most folyamatban van már a fék, a kerék és a kipufogó. De nézd, ez az autó még csak hasonló motorral sem készült, mint ez az 1.8 turbo. Ez ilyenkor hogy lehetséges? Értem, én 20 évvel jobb a környezetvédelmi besorolása mondjuk, azt addig értem. Igen. De hogy ezen felül, hogy ezt hogy lehet a hatóságokban át? Nem ez az első ilyen építés itthon, ha jól tudom. Igen, nekem is volt több építésem már. Dízelből csináltam, vagy benzinesből csináltam dízelt, 1.6-osból VR5-öt, Beetle-be, Golf 4-esbe. Az ugye egyszerű, mert típus azonos gyártották vele, bár ez Magyarországon néhány helyen még így is hónapokat veszik. Én nem vagyok jó Volkswagenből, de nem készült 1-es Golf 1.8 turbóval. Nem készült, viszont készült 1.8-as motorral, és én készítettem egyet, igen, a saját kezemmel. De 1.8-as motorral készült, ugye az egy 112 lóerővel rendelkezett. Megkerestem egy kontaktot, akik ezzel foglalkoznak, és jóvá hagyták a 150 lóerőt, ebben maximalizálták, szívem szerint az Audi TT-ből a 224 lóerős motort tettem volna, de azt nem engedték ugye a teljesítmény különbség miatt, meg volt határozva, hogy maximálisan százalékban mennyit lehet ettől a gyári teljesítménytől eltérni, és megkaptam a listát, hogy miket kell hozzá kicserélni, és mentem műszaki vizsgára. Remekül hangzik. Nagyon egyszerűnek hangzik. Nagyon egyszerűnek szerintem hangzik. Ezt így most nagyon összetömörítetted, mert azért nem úgy, hogy oda megyünk. Kop, jó napot kívánok, szeretnék ezt és ezt. Nyilván találtál egy olyan megyét, ahol ez egy ahol kicsit ez rugalmasabban rugalmasabb. Vagy értik. Dokumentáció kellett hozzá egy doksi. Kellett hozzá. Ugye motortartó bakokat Németországból rendeltem egy olyan gyártótól, akinek van hozzá műbizonylata. Ebből készült egy magyar műbizonylat is, ugye TÜV-ről lett magyar műbizonylat, ugyanez a futómű. Kikértem az átalakítási engedélyt, meghatározták ebben, hogy motor, nyomatékváltó, kipufogó, stb. Aminek benne kell lennie. Egy szép lista, majd utána ment a szemlére a papírokkal együtt. És itt jött a neheze, találni egy olyan szakembert, aki ezért vállalja a felelősséget, és ugye intézi nekem a dokumentáció minden részét. Ez volt az, ami igazából években mérhető. Ugye? Sok irányba elindultam, sok megyében. Amikor már ott voltunk, hogy mehet a papírozás, mindig az volt a válasz, hogy mégsem, mert nem vállaljuk, nem merjük. Mármint a hatóság részéről, vagy a dokumentáció? A szakember részéről inkább visszalépett, mert voltak akadályok. Viszont sikerült megtalálni egy olyan szemét, aki megoldotta, és minden papírozás gördülékenyen ment. Arról most már így van egy sejtelmünk, egy sejtetett képünk, hogy mennyire összetett folyamat ez logisztikailag, meg minden egyéb szempontból, de arról esetleg tudsz-e valamit mondani, hogy mondjuk az építés költségének hány százalékát teszik ki a legalizáció? 5-10 Én nekem 100.000 forint volt minden papírozás. Nagyjából. Alkalmanként? Nem, ez a futómű motor, és ugye ez egy alkalom, ami akkor a műszaki vizsgán belekerült. Ha hozzászámolom a trélerezést, az úti költséget, a műbizonylatnak a kiállítását, szakvélemény kiállítását a TÜV részéről, ugye a magyar TÜV részéről, akkor ilyen 250.000 forintba állt meg, viszont maga az engedélyek, nekem nem kellett befizetnem környezeti kategóriaváltás miatt ugye regisztrációs díjat, mert nem megállapítható, mert az autó olyan régóta magyar. Az első regisztrációnál még vám kötelesség volt, jelenleg regadó, és a vámhivatal kiállította a nullás igazolást, mert nem megállapítható. Szóval itt az lehetett spórolni, úgymond, de ez is vámhivatal, és okmányiroda válogatja, hogy hogyan állítja ki ezeket. De hát a környezetvédelmi besorolása javult. Miért kellett környezetvédelmi besorolás, ugye Euro 4-es volt ez a motor. A műszaki vizsgára Euro 4-re kellett felkészíteni. Katalizátor, középdob, hátsódob, mindennek benne kellett lennie. Lambda-szonda, mindennek. Viszont a karosszéria gyártási ideje miatt visszaminősítik Euro 0-ra, mert ez határozza meg. És nem rosszabb, mint az eredeti, mert ugye az egy karburátoros ottomotor, katalizátor nélkül volt, és jelenleg is ezt a minősítést kapta meg, hiába jobb a motor, vissza lett minősítve az Euro 4, Euro 0-ra. Ebben a pénzben, amit mondtál, a mérnök, szakember díja is benne volt? Ebben minden benne volt.
Egy évet mondj, légy szíves. Egy év alatt. Én meg úgy értem, mikor történt ez? Ez 5 évvel, 6 évvel ezelőtt. Jó. Annyit kell tudni, hogy a kuplung az nagyon rövid úton jár. Az úgy valami már úgy érződött. Kemény is, de igen. Át lett alakítva a hidraulikásra, úgyhogy... Tényleg ilyen 5 centi jár, azt majd megérzed, amikor indulsz. Az első lefulladás után már jó lesz. Tökéletes. Töltésünk van. AC szépen szól. Így van. Ezek a kis kasznik, amikben ilyen relatíve kevés a zajszigetelés, mindig olyan erősen hallani az AC-t. Minden világít, minden működik. És nincs fordulatszemmérő, hanem az eredeti kvarcóra. A füled van. Kvarc. Na nézzük. Kézit azt majd utána engedjük ki, volt a STIK nevű kifejezés, sebességváltó, tükör, irányjelző, kézifék, ez a... Én azt már úgy ismertem, hogy SIK. A tükröt kivették belőle. Kivették? Kivették. Kár. Lássuk. Ú, tényleg jól lent fog. Aha. A lengés csillapítás. Nagyon kemény a futómű. Igen. Úristen. Fölmérjük először a terepet, hogy mi van itt. Új villanyautók. Az is van, nem is egy. Aha, a fék az másképp van, mint ahogy gondoltam. Bárhogy. Kicsit beljebb fog. Hopp. Hoppá. Vannak hangok. Aha, akkor itt a... Nem a gyári motorvezérlő lehet a gyári szoftverrel, vagy a gyári kalibrációval. Hogy nem némi benzin jut a kipufogóba. Igen. De az útfekvésünk amúgy nem rossz. Azzal nincs gondunk, így van. Így van, viszont tehát tényleg nagyon keményen hátulja. Nagyon, és nem tolja az orrát, viszont ha gyorsabbak lennénk, biztos elpattogna. Jó. Jó, egy kicsit még egyesben fogunk egyet gyorsulni a másik oldalon. Lefúvó is van valami, majd a motortérbe bepillantunk, akkor nem mondom, hogy csodálkozni fogunk, de biztos megtaláljuk a magyarázatát. Nem, nagyon kulturált és jó. Ami érdekes, hogy nézd meg, hogy meghagyta például a gyári szívoldalt. Nem ennek az autónak a szívoldalát, de hogy egy gyári Volkswagen terméknek a szívoldala van benne. Na, már kíváncsi vagyok még jobban, beállunk, ezek a ledek itt középen. Hát ez valami fantasztikus. Telemetria. Akkor egy kicsit még. Van itt azért valami. Valami nem kerek. Na, nézzük meg. Nézzük. Álljunk fel a szemelőre. És ez az AC, amit hallasz végig, ez nagyon adja. Kilátsz, nagy azok az üvegfelületek. Mennyire nincs oszlop. Igen. Mennyire nincs oszlop. És mindent látsz. Az eleje jó le van vágó. Nagyon jó. Bólogató kutya. Igen. Az kell. Nyugat-Németország. Hát sajnos már oda se tudunk elmenni. Nem, pedig pont vettem márkát, tudod. De azt mondta a gazdája, hogy ebben még vannak jugoszláv alkatrészek is. Mert hogy ugye, mint általában ezek a népautók, amikor levedlenek egy generációt, akkor azt tovább viszik a gyártást, tovább vitték a gyártást valamilyen olyan országba, ahol még volt fizetőképes. Igen. Kontrájú. Jártam még nagyon nem sokkal a háború után Szarajevóban, ugye ahol volt a golfgyár, TAS, T-A-S. Igen. Szarajevó ugye a vége. És rengeteg golf volt, taxik, minden. A Balkánon olyan elképesztő penetrációja van, felfoghatatlan, de tényleg. Kész. Ugye ott gyakorlatilag sok helyen még jó is volt az időjárás, túlélte ezeket a viszontagságokat, sokáig gyártották, és hát persze, eleve jó. Egyszerű. Igen. Ez már egy kicsit összetettebb. sok érdekes dolgot láttam rajta, de nagyon. Nézd meg, ez milyen szépen ide van téve, lefelé fordítva a kábel. Légtömegmérő? Igen, a légtömegmérő. Nem rondít bele az összképbe, ha akár Ferdén is állna.
akkor egy hőkapcsoló, az is szépen lefelé fordítva, feketére festve, megint ott a vezetékel, és úgy nem rondít bele az összképbe, és letisztult. Persze azért, mert akár a háló, igen, harisnyák. A harisnyák, de ugye az akkumulátor az eltűnt innen, azzal nyertünk helyet, nincs szervó, nincs klíma, meg az a sok egyéb dolog, amit megszoktunk a mai motorterekben. Tehát ez így már egy turbós ugyan, de még akkor is egy nagyon-nagyon szép kép. Elgondolkodtam azon, hogy ugye ez még így vastagon a Ferdinand Piechéra, márhogy a motor, hogy ez egy Golf GTI-ből jött. De hogy mennyi autóba szerelték ezt? Tehát ez volt hosszában, A6-osban, A4-esben, rakták keresztbe Golfba, rakták keresztbe Alhambrába, Sharanba. Felfoghatatlan, és amikor elkezdem beszélni, hogy ja, az a motor, de hogy az applikációban mennyi rengeteg különbség van, amit itt előbb mondott a gazdája, hogy merre áll a szívósor, melyik végén, milyen szögben jön ki, ez mind, igen. De ezek adták meg szerintem arra a luxus projektekre a pénzt, amikre ugye el is költöttek, ellőttek jó néhány embertelen forintot. Embertelen mennyiségűt. Így van. Itt ez tényleg ez az alapja. Na de bámulizkodjunk még itt, nézzünk szét egy kicsit, mert gyönyörűen megvan oldva az intercooler is, a vízhűtő elé természetesen, és ha megnézzük ugye a szívó nyílásból, vagy hát a szívó oldalról a turbóba, a nyomott ág egészen előre jön, megfelelő helyeken flexibilis csatlakozással, ugye a motor mozog, a klíma, vagy a klíma, az intercooler pedig a karosszérián van, és a másik oldalon vissza, ott is két helyen megadva neki az a szükséges mobilitás. Ez nekem olyan, mintha ez nem biztos, hogy gyári lenne, én kikacsintok most ide, gyári, valamilyen gyári. Hát ugye azt mondta a gazdája, hogy vehetett volna méregdrága utángyártott szívósort, ami megfelelő szögben egyenesen jön le, de egy amerikai fórumról lenézte, hogy hát csak föl kell tenni a Sharanét, amiben szintén volt amiben az a motor, így állt, ami egyenesen áll. Igen. Ez is olyan precíz kis megbunkált, ez se 5 forintos alkatrésznek néz ki. Nagyon jó. És hát természetesen ugye bovdenes. Ez egy bovdenes pillangószelep, valamiféle elektronikus felügyelet? Valamivel, ami szerintem arra lehet jó például, hogy akár egy tempomatra, így van, tempomatot tudj, de természetesen ezzel lehetne azt is állítani, hogy ha a terhelést kap mondjuk a klímától, akkor rá tudjon nyitni egy kicsit, mert ha nem látok olyan megkerülő helyeket, hogy például ez az alapjárat állításában is szerepet kell, hogy játszol, hiszen máshol nem látok levegőbevezetést, úgyhogy valószínűleg ez lesz az alapjárat, annyira nem ismerem ezt a motort, de én ezt megkockáztatnám. Gyönyörűen itt meg van csinálva a vákumcső is a féknek, a szívócsőből. Mi a véleményed arról, amikor egy autó tuningjába autó alkatrészeket használnak, tehát létező autók gyári alkatrészeit, nem pedig utólagos tuning alkatrészeket? Ez itt ugye egy Ibiza légszűrőház. A nyomó oldalnak itt egy része az Audi TT, az intercooler azt mondta, hogy az Mercedes Sprinter, ez ugye viszonylag bevett dolog, de hogy amikor autóipari, az autóipar által jóváhagyott minőségű alkatrészeket raksz be, akkor azzal igazából jót teszed magadnak, hogy korlátozod magadat. Nyilván sorozatgyártású valószínűleg olcsóbb lehet, könnyebb elérni. Én azt gondolom, hogy ami jó benne igazán, az az, hogy később elérhető. Tehát ha van egy dokumentáció, és nem neked kell kitalálni, hogy ez ugyan honnan jött, hanem esetleg van benne egy papír, amire leírták, hogy figyelj, ez, ilyen szűrő kell bele, ilyen gömbcsukló, ilyen féltengelyek, stb., akkor könnyebben tudsz venni utána. A motorsportos alkatrészek elérhetősége 5-10 év múlva, hát... Kétséges. Kicsit nehéz. Ugye ez is hány évig készült, tehát már az elejéhez képest a vége is egy értelmezhető, években kifejezhető dolog. A többi, amikor egyedileg készítesz, mondjuk ott a kuplungnak a hidraulika vezetéke, ami a fémhálós bevonatú, azt egyedibe készített. Tehát az úgy nem is kis sorozatú motorsport, hanem teljesen egyedi, akkor azt le fogod mérni, hogy 530 mm, ilyen banjót kérek a végére, és azt megcsinálják. Az még vállalható. De itt nézd meg, a váltónak a bovdenje is, az ellensúly megvan a váltón, tehát az a motorhoz tartozó váltónak a cuccai vannak, és a... Mindenhez tartozik egy cikkszám. Így van egy cikkszám, és mondjuk a motor tartóbak, ami egyedi, hiszen meghagyta a karosszérián levő pontokat, és különböző bakokat használt. Az ott még egy motorsportos, egyedi darab, vagy hát
ha nem is motorsportot nevezek, de legalábbis tényleg egyedi gyártás, míg talán itt az első kitámasztó, az pedig valamilyen turbodízel golfból való, és az is teljesen jól működik. Szóval én, ha lehet, megpróbálom mindig használni a széria alkatrészeket, ha van, ha jó, ha olyan, amilyet szeretnénk. Nem tudom úgy körülírni, mint aki ért hozzá, de amikor olyan autót vezetek, amiben sokkal nagyobb motor van, és típusidegen motor van, ahhoz képest, mint amivel gyártottak, mindig van egy olyan érzésem, hogy gázt adok, és mintha le akarná tépni az autó elejét, és így ki akarna szakadni belőle, mert hogy mintha nem képezne homogén egységet az autó. Hát, de itt most... Ez az érzés meg lehet. A véleményed? Ezt itt nem éreztem egyáltalán, viszont amikor elkezdesz tervezni valamit, kiszámolod, hogy hol milyen kritikus keresztmetszetben milyen terhelések lépnek föl, akkor utána mindig elgondolkozol, hogy hú, tényleg jó lenne padlót nyomni, jó lenne 9000-ig kipörgetni, mert ez van, amit mondtál az előbb, hogy úristen, ez itt van, tudom, hogy ez van a legközelebb hozzá, itt fog elszakadni, ez megy tönkre, ugyan kibírja. Hát persze, hogy kibírja, csak lehet, hogy egy kicsit a szeretett tárgyunkkal már nem akarsz úgy bánni. Így igaz, mázzal nem akarsz úgy bánni. Ezt ajánlanám még itt figyelmedbe. Én úgy gondolom, hogy ez gyári alkatrész, ha bár már nem emlékeztem rá 80-as évekből. Ugye akkor az acélok igazán mások voltak, mint amit ma használunk a nagy szilárdságú acélok világában. Ez ilyen alufólia érzést kelt, és a tűzfal is hasonló sorsra jutott, tehát az sem túl erős. És ami egy-néhány autóban tuning alkatrészként meg lehet kapni, vagy csinálják az átalakítást, hogy a fékre megtámasztja ezen a nyúlványon egy többször meghajlított és nem is vékony alkatrészsel, ezáltal nem fog lélegezni. Tehát amikor a én rátaposok a fékpedálra, akkor nem a tűzfalat deformálom a lábammal. Nem a tűzfalat deformálod. Hanem valódi fékerőt építek fel, és a nyomáspontom is talán egy kicsit sokkal jobban érezhető. Fogod érezni, így van. És ezt ezzel oldották meg, hogy ide a nyúlványhoz kikötötték, és nyilván egy picit stabilabb, de a fékre még most sem mondanám azt, hogy az nagyon jó. Óriási az útja, nagyobb mélyen fog a fék, ezen még dolgozni kell, biztos vagyok benne. Értékeled, amit a géptérben látom? Igen, én úgy látom ezt, hogy ugyan készen van, de az öröm, amikor amit az elkészülés okozott, ott egy picit megállt. Tehát valahol olyan 90% körül, 95% körül látom azt, hogy ez mennyire van elkészülve, mondjuk beleértve ezt, hogy ez mondjuk annyira nincs rögzítve, néhány kábelt lehetne tisztázni, viszont amit megcsináltak, konzolok, tartók, az elektromos rendszerbe bekötések, a fékvákumnak a megoldása, akár a fűtés bekötése, most képzeld el, ebbe a 90-es években való motorból, és a karosszéria meg a 70-es évek, vagy nem is tudom, hogy annak már ugye nem mert nagy lámpás, de az alapelve a 70-es évek, be van kötve a csapos fűtés, tehát az, ami nem is szokott benne lenni. És azt mondta a gazdája, hogy lesz benne légkondi. Igen, az még érdekes. Akkor kérlek, mondj egy jót, meg mondj egy rosszat. Tehát, nekem tetszik nagyon az esztétika, hogy az esztétikára is figyelt, tehát a festések, a takarólemezek, a csavarok, a kidolgozottsága, és én azt gondolom az örömében megállt a 95%-nál, egy pár dolgot még rögzíteni kellene ebben a motortérben, meg kellene oldani, hogy még esztétikusabb legyen, és akkor azt hiszem, hogy teljesen rendben vagyunk. Tehát azért ez egy erős lájkot érdemel. Nézzük meg az alját. Nézzük. Tudod, mi látszik így alulról? Az, mint ami úgy általában az autón, hogy használják. Egyrészt használják, így van. Meg hogy eredeti. Meg kicsit hasonlítjuk még össze a mai autók aljával. Biztos sokunkban benne van, hogy minden nagyon van burkolva, teljesen sima, inkább befelé domború, homorú, de amennyire lehet kívül sík. És akkor itt jön ez a megoldás. Akkoriban nagyon sok anyag foglalkozott azzal, hogy a sima Golfon nincs semmi, aztán van egy kicsi spoiler, ez igazából tényleg spoiler, meg van ez a nagy méretű, és óriási különbség volt az autón ébredő felhajtóerőben, meg a légellenállásban. Ma már itt az alján nincs légellenállás egy autónak, itt ez akadályozta meg, hogy kevés levegő jutott be az aljára, és itt a cirkuláció az egyáltalán... Ez akkora spoiler, hogy Pitó megöli Dumbledore-t, de...
Na igen, ez szerintem GTI, ha jól emlékszem, a régi időkből talán egy GTI első spoiler légterelő, hogyha nagyobb magyarok vagyunk. Tudod, mit nem látok még? Hagyományos értelembe vett bölcsőt. Igen. Olyan szeparált bölcsőt, mint amit ma egy bármilyen autóban. Ettől még volt könnyű régen az autó. Gyakorlatilag a Suzuki Swift is ezen az elven alapult, hogy itt a régi alváz maradványok, ami ugye a nyúlványoknak nevezünk, ezek a nyúlványok csak idáig tartottak, erre ment a lengőkar, nem a bölcsőre, hanem csak a karosszériára konkrétan. Na persze ezt tud kinyílni, széthajolni, elrosdásodni, ugye ott megy keresztül a kormánymű, gyakorlatilag hasonló lukak jellemző vannak mindenhol. Jellemző fogás, hogy ezt összekötik. Úgy van. Ugye ilyet a múltkori középmotoros Swift-tel láttunk. Én még itt is látok abban lehetőséget, hogyha itt két nagyobb konzollal, lemezzel egy csövet, ami a váltó alatt itt elmegy, egyeneset, semmi hajlítást nem tennék bele, az még mindig alacsonyabb, vagyis a motorteknő még mindig alacsonyabb, mint ez. Az ott abban még talán van egy kis lehetőség, ha kell. Milyen érdekes a kontraszt, hogy látunk egy régi kis autót, és akkor meglátod ezt a féltengelyt, ami újabb 30 évvel. Nézd meg, a kormánymű kisebb, mint a féltengely maga. Itt ezen látod, hogy itt ez komoly teljesítmény átadásra ki. Valóban így van, ott a nyomaték nagyon meghatározó, itt ebben meg valószínűleg van. Itt még fönt néztünk motortartót, itt is van egy gyönyörű kis kivitelezett motortartó, ami ugye itt hát négy ponton van előre, ugye ez a billenésgátló, és ez is erre is terhelődik a nyomaték, és hát a pilincka kis kormánymű, amiben hát nincs szervó, de cserébe jó, könnyű. Futóműben még nézzünk bele egy kicsit, mert itt azért látszik valami. Most kirúgózott a kerék, de a lengőkar nagyon nincs lent. Kormányzár. Kormányzár. És ugye ebbe is benne van a mondjuk segédrugónak, ami úgy van köszörülve, hogy laposak az a végei. Tehát amikor a talajon áll, ennek össze kellene érnie, majd meg is nézzük, hogy összeér, és fönt él nyilván a főrugó, és ezzel a segédrugó. Egy pillanatra. Bocsánat, a múltkori Audinál láttunk olyat, hogy kilógott állapotban a futóműben a segédrugó teljesen összeült, és az úgy nem volt jó. Az nem jó. Nem látta el a feladatát. Ha megnézed, ez az autó most a tulajállítása szerint is alacsony, de hogy kilógott állapotban ez a futómű, tehát hogy jól áll a segédrugó. Jól áll a segédrugó, így van, ebben a pozícióban azt mondhatjuk, hogy ez így jó. Azt kell megnézni, hogy amikor a talajon van nulla ponton, akkor ezek a menetek összeérnek-e, tehát ez a kiköszörült felületek, a lapos részek összeülnek-e, mert igen, össze kellene. Elég erősnek látom én azt a segédrugót, majd megnézzük, hogy ez teljesül-e, de valószínűleg igen. Visszatekintve a kis Audira, emlékszel, arra is volt egy megoldás, és a fékcső rögzítést találtuk egy olyan kritikus pontnak, amit lehetne sokkal jobban csinálni. Itt viszont látod, hogy nem egy csavaron bármilyen sugárirányban rögzített fékcső van, hanem koncentrikusan a menettel. Ez nem tud úgy kilazulni, ha kap valahol itt felszed az útról egy bármilyen gumimaradványt, vagy bármit az útról, ez nem tud oldódni, hiszen koncentrikus, egytengelyű a furat a fékcsővel. És nézd csak, ugye itt van egy menet. Ami tudná koptatni pontosan a fékvezetéket, de ráhúzott egy gumibakot, hogy az érjen hozzá, amikor ezek, ugyanígy a doblemeznél. Igen, ez nagyon nagy feladat ezt kitalálni, hogy az elkormányzás és a berugózás, tehát a szélső határhelyzetekben elég hosszú legyen a fékcső, és akkor se érjen bele sehol. Ez néhány esetben még azt is segít, hogy például ne érjen a felnihez, mert az is elképzelhető, hiszen ennek is van tehetetlensége. Ha kanyarodunk, akkor ennek is van valami tömege, tehát ez is röpülhet kifelé, és itt egy gyönyörű konzolt is találsz a fékhez. Nagyon-nagyon összetett ez a konzol, nem tudom, miért ilyen bonyolult ennek a formája, biztos megvan az oka. Tippelnem kéne, síkban így adja ki. Tehát nem tud lemezt, úgymond vastag lemezt közé tenni, mert valószínűleg eltolná annyira a féknyerget a tárcsához képest, viszont ezzel, hogy besülyeztette a rögzítést, ezzel így nyomom. Ebben látok valamit, viszont itt azért ez a rész, ez nem tudom, hogy mi indokolja ennek a peremnek a létét, ezt majd biztos meglátjuk jobban, de a konzol munka gyönyörű, galvanizált, a fék ugye hornyolt, tehát segíti azt, hogy a betét külső felülete tisztuljon, így van, leszedje a megégett részt. Hát látszik, hogy a gumi oldalfala az eléggé kicsi. Picit terpeszt. Itt muszáj lesz nyilván a rugónak dolgozni, mert ez a gumi ez nem sokat fog dolgozni.
Még egy dolgot említett a tulaj, ha már itt a futóműnél vagy, hogy ő majd szeretné, hogyha ezek a lengőkarok, mert hogy nagyjából most kilógott állapotban áll, jó szögben, tehát van egy kis lejtés belülről kifelé, tehát feltételezhetjük, hogy amikor ráengedi a kasznit, akkor ez vízszintes, vagy inkább befelé lejt, tehát hogy szeretne azon dolgozni, hogy a lengőkar szöge változzon, ez egy konzolt emlegetett. Na igen, ami azt tenné meg, ha a tuning slangben beszélünk, a RCA, a Roll Center Adjuster, ebbe ezt a távolságot, tehát a gömbcsukló közepét és a csonkálvány befogatásának a távolságát kell megnövelni. Ezzel ugye fönt, hiszen ugyanott marad a féltengely meg a csonkálvány, a lengőkart lejjebb viszed a gömbcsuklóval együtt, ettől nem emelkedik az autó, viszont ennek a szöge sokkal jobb lesz. És ha ezt szépen kiszerkesztjük, akkor ennek a roll centere, tehát a borulási középpontja, ami körül az autó kanyarodáskor billen, az fog változni, az kerül sokkal jobb helyzetbe, és bizony igen, hogyha ezt majd leengedjük a földre, csinálunk róla egy-két képet, akkor ugyancsak az a helyzet, hogy ez a lengőkar nagyon magasra megy föl, tehát ezen a távolságon egyrészt a külső pontot behúzza, meg is tudjuk, beszéltünk erről a nyílt napos előadáson, hogy ennek milyen szerepe van, bizony akkor a geometria nem jól fog változni, hogyha ez már túljutott a viszintesen. Azt akkor inkább irányítom azt a kérdést, hogy ez szerinted itt mi? Hát... És a másik oldalon pedig csak egy, mondjuk így, egy lelapítás van. Ez a kis horpadás itt a lengőkar végén. Erre kérdeztél rá, Géla? Arra. Hát a tippenem kéne valami beleér. Igen. Aminek nem kéne beleérnie, így és van. Mondjuk lehet, hogy van egy extrém kanyar a ház előtt, ahol be tud úgy rugózni kitekert állapotba. Ha végig gondoljuk, akkor ezt most itt egy picit előtt elhozom ütközésig. Nehezen lesz majd látható, egy másik szögből kell. És hogyha ezt még végig gondolod azzal, hogy be is rugózik, akkor nagy a gyanúm, hogy a fék nyerek tartó konzol beleér a lengőkarba. De megcsinálta magának a helyét. Igen. Innen kezdve már jó, ugye? Na, ezek azok az apróságok, amiket nagyon alaposan körbe kell nézni, hogy egy fék, egy átalakított fék jó lesz-e egy autóba. Nem beszéltünk még arról, hogy beleér a nyerekbe, vagy a felnibe, nyilván nem ér bele, amikor már azt felrakod, de ezeket nagyon nehéz elképzelni, hogy milyen szélső helyzetek adódnak. Itt most nem történt ebből semmi probléma, tehát egészen kicsi összeütközés volt, de mégis volt. Voltak ennek az autónak korábbi állapotai is, tehát hallottam, hogy történt olyan is, hogy ez konkrétan a földön húzta a hasát. El tudom képzelni, hogy esetleg akkor volt. Még az is könnyen összejött, így van. Tehát amikor ezek a szélső helyzetben vannak, akkor itt nem egy térben szeretnének mozogni, és abból az lesz, hogy deformálja ezt a lengőkart. Ez egy pokoli meló, ezt, amikor az ember nagyon csinálja. És akkor még gondolj arra, hogy hogyan lehetett ezt a nyerget légteleníteni. Ebből a szempontból ez a nyereg egész jó helyzetben van, viszonylag magasan van, de a légtelenítő is fölül van. Látszik, hogy a konzol úgy tolja el a féknyerget, hogy följebb került. Ez a konzol sem nagyon fér már. Igen, ezen a felni méreten így van, de kellett is a fék, tehát ez körülbelül így jó. És a turbó felni az még egy picit segít abban, hogy talán jobban szellőzön turbofan. Ez az egész. Turbofan, igen. A turbóra jó. Na, itt ezek szerintem így nagyon rendben vagyunk. A kábelek gyönyörűen be vannak húzva, ezek rögzítve vannak, csavarkötések, a mechanika, ezek teljesen... A szendvicsplétet nézted az olajszűrő alatt? Nagyon jó. Nagyon jó, és ez akkor dolgozik is, tehát hűti-fűti temperálja a motorolajat. Pontosan olyan, aminek kell lenni, egyszerű eszközökkel, mert nem kell hozzá egy külön levegősűtő. Értékeld, amit itt elő láttunk, azt menjünk a hátsó futómű felé. Nagyon jól néz ki a beépítés, a helyek, hozzá lehet férni, szervizelhető. Szíj, ugye az ég szíja végtelenségig le van egyszerűsítve, hiszen csak egy generátort hajt egy feszítővel. Egyelőre, így van. Indítómotor, olajszűrőcsere, mindenhez gyönyörűen hozzáférsz generátorhoz. Adódott, nem adódott, gondoltak rá, de ez így ebből a szempontból nagyon jó. Ezt a féket megnézném, eleve a pedálérzet még nem olyan jó, ott valamit meg kell keresni, hogy mi a problémája. Ezt át kell gondolni, hogy ez az érzés miért van. Ez a találkozás miért van. Valamint a geometria módosítás. És a geometria módosítás, úgyhogy mechanikai szempontból azért itt azt gondolom rendben vagyunk, és a futóműfék
ott azért még lehetne valamit javítani. Nagyon-nagyon pőrén futnak ezek a vezetékek, ahogy jövünk hátrafelé, a fékvezetékek. Mindig dilemma, hogy egy fékvezeték hogy készüljön el. Fémből legyen, vagy konkrétan már végig a fonott háló. A fém az ugye lehet réz, lehet vas, a réznek nagyobb a tágulása, könnyebb vele dolgozni, talán egy kicsit olcsóbb is. Ez dilemma, itt ő a Rezet választotta, én úgy látom, mintha ennek a helye az nagyjából gyári lenne, és van is védelme. Tehát ez nem véletlenül... Csatornában fut. Igen, nem véletlenül alakul ez így. Üzemanyagvezeték, ott a másik oldalon ugye pedig a fékvezeték, igen, jól látom, így van, itt pedig az üzemanyagvezeték. Keresztmetszet. Genau. Jézusom, várják, üzemanyag lefogató. Halter tartó, így tartó. Van, lefogató, pontosan. És a keresztmetszet nekem gyanús. Nem tudom, hogy elége, biztos elég, de nagyon-nagyon szűk keresztmetszetűnek tűnik ez a részcső. Kipufogót látjuk még itt, ami megint van egy eleje, ami adódik, hogy körülbelül hol jön le a turbó, rendes átmérővel dolgozunk. Hát az eredeti konstrukcióban is katalizátorral mindig voltak problémáik, mert ide tudták tenni a kabin alá, tehát ide a lábtérbe, hiszen ott is hátul volt a kipufogó oldal, mi is, meg az ívó is, és azért emiatt ide tudták csak tenni. Ebben most én nem látok katalizátort, gyanítom, nincs. Van egy darab hátsó dobó. Készül alá szintén egy papíros kipufogó rendszer, tehát most ezen is dolgozik a tulajdonos. És van a végtelen egyszerű hátsó hidunk. Na igen, ezen felszaladt a szemöldököd ezen a hátsó hidunk. Ezen nagyon, mert vagy nem emlékeztem rá, vagy csak egy-két példányban volt ez a két darab, mondjuk nagyon csúnyán lapos vasból, tehát két darab egyenes lemezből összehegesztett hídtest, ami mind oké, és kész elemekből van, manapság ez jobban inkább a préselt dolgokból van. Egy zárt szelvény, egy cső, hozzá a tartó, a csonkálványhoz, szóval azért ez egy nagyon egyszerű szerkezet, olcsón gyártható, nem véletlenül mondtuk, hogy nagyon eladni. Értékeled, amit itt hátul látunk, meg amit itt az autó. Még azt szúrtam ki, nézni, hogy ezen volt valamikor egy vonóhorog, és hátul benne van az a nagy védő. Azt hát valaki meg a hozzátartozó generátor. Mert az 1-1-es motorhoz ugye kellett. Tudod, mi a szép angol szaknév? No? Rear Collision Damage Maximizer. Igen. Az alapautó az, hogy hány éves, ahhoz képest szerintem teljesen jó állapotban van, védelmek megvannak. Még nem lakatoltak? Még nem. Ezt megnézném, hogy ezek a keresztmetszet, tehát a benzinellátás, a lambda, az nagyobb terheléseknél megvan-e. Nem véletlenül zúg annyira azért a szivattyú, mert hogy dolgozik, tehát küzd, hogy... Átgyötöri ezen a keresztmetszeten. Pontosan, tehát olyan nagy az áramlási ellenállás, hogy itt tuti megvan a nyomás, hogy elő mennyi, azt meg kellene mérni, én szívem szerint nagyon megmérném. De egyébként azt gondolom, teljesen rendben vagyunk, ezt a rugó lengéscsillapítót, ez valahol egy tudomány. Hát ezt otthon... Ez határozottan egy tudomány. Otthon meg lehet csinálni, csak egész erősen fel kell rákészülni. Semmi akadálya, otthon a világ legnagyobb e-learning rendszere, fölmész a YouTube-ra, kit a megtalálod, meg tudod tanulni, ha akarod. Bedobni a kocsiba kevés. Annyira sokan építettek már ilyen autót, hogy valószínűleg az összes jó és rossz megoldás valaki már legalább egyszer kipróbálta, tehát elérhető. Viszont nem tudom, én nem értek hozzá annyira, mint te, azért ez már kint van a védőségből, ez a bilincs. Az már nagyon és kint van. Azt látjuk, hogy azért ez itt néha leér. Itt szétnéznék, tehát amikor egy drága autón van, vagy egy ritka autó, meg én sok munkát tettem bele, nekem sokat ér, akkor a tűz a legnagyobb ellenségünk. Ha ez itt lejön, egyszer, itt vagyunk, nem messze. Egyszer meggyullad. Pontosan, már nem oltod el. Nem oltod el. Akkor ki kell szállni és végignézni. Itt is szép csavarok vannak, meg a banjók vannak, egy korrekt tartó van, szivacsal, tehát a rezgést is minél kevésbé vigye át a karosszériá. Ez a része nagyon jó megvan oldva. Itt meg... miért nem lehetett volna ezt tovább vinni 20 mm-rel, 30-al, hogy és akkor a bilincs, a így van, és a bilincs fönt lett volna. Ez előre is, hátra is csak problémát okozhat. Okafogyott a kérdés, mert ennek az autónak van rendszáma, és még most is zajlik a legalizálás, de muszáj megkérdeznem, hogy ebben az állapotban ennek az autónak te adnál-e rendszámot?
Nem. De olyan egyszerű dolgok vannak benne, hogy ha ezt az autót elviszed egy lengéscsillapító vizsgáló padra, ott sem fog megfelelni. Mert hiszen nem fog leérni a maradó talperő, az nulla marad, hiszen elpattog a kerék. Ezt be lehet állítani, tehát szerencsére a rugó mindenképp állítható, lehet, hogy a lengéscsillapító is, hozzá lehetne lőni ahhoz, hogy ez jól működjön. Tehát olyan dolgokat kéne rajta megcsinálni, ami igazából nem is alkatrész csere feltétlen, hanem beállítás. Úgy van, nem bonyolult dolog ennek a benzincsőnek a cseréje, elől ugye a megnézni, hogy akkor szélső helyzetben kiberugózásnál ezt egyszerű kivenni a rugót, és úgy tudod mozgatni a lengéscsillapító futómű egységet, hogy fér el az a kerék, igen, mihez ér bele, a fékcső, így van, a fékcső minden helyzetben elegendő hosszú-e, mihez ér hozzá, vagy már akkor ott cibálja tőben a préselésnél a fékcső végét, a fémnél. Ezeket meg kellene nézni, de szerintem egy átalakított autó vizsgálata az nagyjából erre a pár elemre korlátozódik, így van, ezeket kell az alapvető dolgokat biztonságban látni. Mert hiszen látod, hogy a kormányműve széria, látod, hogy valamennyire ugye azért a fékbetét, a féktárcsa széria, a lengőkar széria. A hajtáslánc és a fék méretezett a többlet teljesítményhez, tehát tényleg egy délutányi munka. Így van, így van. Tehát ezen sincs sok ahhoz, hogy nagy lelkiismerettel, nyugodt lelkiismerettel bárki azt merje mondani, hogy kedves uram, hölgyem, nyugodtan menjen ezzel a közlekedésben, nem jelent veszélyt sem magára, sem másokra. Úgyhogy összességében a szívünkhöz nagyon közel áll, tehát kész, imádjuk a korabeli dolgait, azokat a régi csokikat, amivel csatlakozik, a tartály, minden, azok a pilincka, műanyagok, amik ebben voltak. Ez mind gyönyörű. Meg látom a műszaki igényességet, hogy a vázolt problémák meg lesznek oldva. Ez nem kérdés számomra, ehhez csak egy idő kell, meg egy kicsi szándék, de szerintem a szándék az már megvan. Na, vastagon látszik. Úgyhogy ez álom. És egy érdekességet még hadd mutassak neked, na, ami nincs minden Golfon. Ez. Ezt, igen, ezt akartam is kérdezni, hogy ez micsoda? Gondolkozz. Egy műanyag betét itt az áosztopon. Valami aerodinamikai terelő elem? Valami arra aerodinamikai terelő. Megvan, mire jó. Na, mire jó? Hogy itt bemegy alá a szmötyi, igen, meggyűjti a vizet, és elkezd mosdásodni a lemez. Na és ezen kívül? Nem tudom, tényleg nem tudom. Nagyon kevés Golfra rakták, mármint az egyes Golfra. Ugye ez a 70-es években még a hagyományos esőcsatornával készült. Ha az egy-egyes autóban 120-30-40-nél még talán nem, de nagyobb sebességeknél már komoly szélzajt gerjeszt, ez az esőcsatorna. Itt aerodinamikai hangtompó. Ez pontosan arra való, hogy itt az örvénylést csökkentse. Tehát az örvények keletkezését csökkentse. Alapvetően, amikor mosod az ablakot, törlöd az ablakot, tehát ha vagy a mosóvíz, vagy az esővíz, a csatorna miatt nem folyik az oldalablakra. Ez lenne egyik fontos funkciója, azon kívül, hogy nem a tömítésre folyik az esővíz, ha áll az autó. Itt viszont ez az elem vezeti meg a vizet fölfelé, menetszéltől, viszont a zaj csökkentésére nagyon jelentős, komoly, hogyha ez egy-egyes volt, akkor valószínűleg ez nem volt rajta, ez utólag került rá, és ez egy komoly zajcsillapító. El tudom képzelni, hogy ilyen gyűjtői körökben mi ára lehet ennek a képműanyag lemeznek, mert ezek szoktak lenni azok az alkatrészek, amik így még enyhén napszitta, kicsit repett állapotban is ilyen 10-20-100 ezres kategóriában mennek. Mert így van, és nincs. Eleve kevés dolog, igen, készült, igen, nagy a kultúrája. Én nekem is tetszik, és én is raknék rá, ha lenne. Egy dolgot szúrtam ki, amit a Wikipédiában láttam, hogy ez még a régi Audi logó, ez még az Auto Union logó, ugye az áthúzott. Igen, igen. Felni is nagyon tetszik nekem, ez az egyik ismerősöm úgy hívta, hogy Aeronál, nem autós Aeronál ember volt, és összeolvasta a jelet a betűkkel, és Aeronálnak hívta. Mi az az Aeronál? Neki tetszik, olyan 80-as érdekes. 80-as évek, DTM. Ott is, ez így van. Ez a turbofa. Így van, így van, így van. Imádom. Szóval, csekély rá fordítással. Időbeli ráfordítással. Időbeli inkább ráfordítással. Idő, mint pénzbeli ráfordítással. Szinte pénz alig kell hozzá, ez gyönyörűen megoldható. De így is kéne, mert most már jobban látom, hogy mit lehetne rajta csinálni. Mennyi lehet egy sper bele? Azt még belevenném. És létezik. Én legalábbis mentem 2 literes GTI-vel, amiben egy havasi motor volt, és abban, felteszem, ugyanaz a váltó volt, és abban már ott volt a helical diff. Igen. Csak az jó bele. Nem lamellásat vennék. Ha megtehetném, akkor inkább beletenném a helical, vagy hát torzen. Ejtős, ugye? Ejtős, inkább dob.
Oké, nem sikerült. Állandó veszőparipám, hogy hogy nevezzük a dolgokat, meg hova soroljuk be őket, mert ilyen szűklátókörű ember vagyok, de hogy ez itt most már szinte resztomod. Vagy, bocsánat, a Volkswagen-esek azt szokták mondani, OEM plusz. Plusz. OEM plusz. Igen, igen, igen. És akkor még lehet tovább fokozni tényleg a szervó, klíma, stb. Bármi olyan korszerű eszközzel. Itt a hajtás, a motor. Igen. Váltó van egy kicsit upgrade-elve. Fék egy picit, így van, az a resztomod. De az egész, tehát visszaülsz, és akkor ez volt a Golf? Hát igen, ez volt. Igen, és hogy én nemrég ültem 8-as Golfba, hogy milyen, mekkora utat jártunk be, hogy hova jutottunk. Ilyenkor döbbenek meg mindig, hogy mondják, hogy hát már nincs fejlődés az autóiparból, hogy a 80-as évekre mindent kitaláltak, a francot. Szerethető a belseje, nagyon, de nagyon. Azt hiszem, hogy a külső forma az sokkal modernebb hatású és időtállóbb, mint a belseje. Tehát ez azért azokkal a kicsi, nem tudom, ledekkel, vagy azokkal lednek kinéző fényforrásokkal, ugye az egész darabosság, apró, nem mondanám ergonomikusnak kialakítása, hogy olyan pici gombok a kapcsolók is. Ja, igen, a bajusz kapcsolók, hogy az ember félve nyúl hozzá, nehogy már ehhez igen, így van. Itt ugye sok változtatás nincsen, még a gomb is a négyes, van egy jó kis műszercsoportunk, és körülbelül ennyi. Igen, de annyira tetszik, hogy nézd, meghagyta az egy darab hangszóró. Meg, egyébként tágas az autó, nem? Tehát amikor hát beizzállt, úgy elférsz benne. Azzal, hogy modernebbek lettek az autók, ugye nem csak kifele nőttek, hanem befelé is. Tehát, hogy sokkal nagyobb a növekvény kifelé, mint befelé. Amire ért én nem tudok haragudni, mert életben maradni tök jó. Hiszen a kifelé növekvő autó az jellemzően a gyűrődő zónák, igen, és a biztonsági merevítések miatt nőtt kifele. Tényleg. Előről állítható a tükör, asztal. Ez az luxus. Tényleg a luxus kivitel, akkor elég. Hát figyelj, én még vezettem olyan Suzuki SX4-et 2011-2 körül, amikor a gyárban dolgoztam, ahol nézd, így állítottál ablakot, a tükröt, hogy leengedted az ablakot, majd kinyújtál, és a külső tükröt beállítottad, majd visszatekerted az ablakot. Szóval igen. Azóta fájdalomfehér vadász edition. Ez az idő elmúlt. De milyen jó látni, nem? Nagyon. Tökéletes. Ebbe élmény lehet beleülni. Tehát, hogyha néha sajnálnám használni, akár rossz időben, akár olyan körülmények között, de ezek, és nézd meg még, ez kattan, ez még jól megy. Állítható, fényerő, luxus, tényleg luxus. Ez az apró dolgok, hogy nézd meg, hogy kapott egy kis... Egy díszelemet kapott, csak egy festést kvázi és a műszerfal, és egy picit többletülő, és folytatja. Igen. De hogy nézd meg a rostélyok, milyen szépen működnek az egész. Kéne. A Golf formaterve 50 éves, legalább. Az aerodinamika elkezdett játszani fontos szerepet abban az időszakban, és a Golfnál is elég sok mérést végeztek, míg hogyan lehetne jó légellenállást. Alapvetően a szélvédő dőlésszög, az egész karosszéria meghatározza azt, hogy milyen lesz a légellenállás, hogyan alakulnak az áramlások az autó körül, és a GTI verziókra, meg egy-két sportosabb verzióra próbáltak néhány aerodinamikai változtatást végrehajtani. Egyik, amit mutattunk is az elején, az volt, hogy egy légterelőt, egy spoilert helyeztek a kocsi elejére. A légellenállás csökkentéséről beszélünk, mert próbáltam itt egy Golfnak kinéző tárgyat rajzolni, nagyjából a szögletesség a legfontosabb, és hogyha a kék áramvonalakat nézzük, akkor egy alaphelyzetben a kocsi alá viszonylag sok levegő kerül. Az autó alja összetereli, a lökhárító alól szinte az egész rész betereli a kocsi alá, és hogy láthattuk a képeken, nagyon hullámos, nagyon összetett ezeknek az autóknak az alja. A légellenállás ott, azon a felületen sokkal-sokkal nagyobb. Míg a karosszéria külső része, tehát azon a súrlódás, az kicsi, sokkal jobban járunk, ha egy ilyen szépen formázott részen áramoltatjuk a levegőt, ezért rakták ők oda ezt a pici, illetve hát már egyre nagyobb spoilert, hogy az autó alja alá kevesebb levegő áramoljon. Kettős a hatás, az egyik a légellenállás csökkentése, a másik pedig, hogy a motortérből lefelé, tehát a kipufogó mellett a váltó után a motor mögött kiáramló levegő dolgát is megkönnyítették, tehát sokkal több levegő tud kiáramolni. Egy légellenállás nagyjából döntő többségében a forma tényezőből alakul. Van ugyan a felületi súrlódás is, ami a légellenállásnak
egyfajta összetevője, de ezeknél az autóknál is a forma a legfontosabb. Tettek még egy pici spoilert a hátsó tetővonal végéhez, ezzel elérték azt, hogy az autó mögött keletkező örvény mérete egy picit kisebb, tovább van hozzáragasztva a tetővonalához az áramlás, és a hirtelen megszűnés miatt a nagyjából a comeback formához hasonlítóan, mintha levágtuk volna az ideális cseppformát, sokkal kevesebb örvény keletkezik, és sokkal jobban megvezette ennek a hátsó örvénynek a mérete is kisebb lett, ezáltal a légellenállást is csökkentették. Valóban a felhajtóerő az nem biztos, hogy előnyére változott, de nekik most ilyenkor a céljuk csak az volt, hogy csökkenjen a légellenállás két egyszerű eszközzel, és ugye említettük ezt a zajvédelmet is, ugye ami a szélvédőn az oldalánál található itt fönt, az is azt segítette, hogy csendesebb legyen az autó, picit persze áramvonalasabb is, hiszen minden örvénynél és abban energiát kell pumpálni, ha ezt elkerüljük, akkor az autó könnyebben halad előre. Végignézted az átvizsgálást. Igen. Tehát nagyjából hallottad, hogy miket mondtunk. Egyetértesz az elhangzottakkal, vitatkozni? Teljes mértékben, amiket elmondhatok, felsoroltatok, az még vissza van a listán. Úgyhogy 100%-ban meg volt az öröm, hogy kész, lehet vele menni, gyerünk. Igen, ahogy említetted, ugye ez a 90%-os készültség, és igen, nagyobb volt az öröm, hogy most akkor használjuk, most már jönnek a rosszabb idők, akkor ugye be lesz fejezve rajta minden, beállítás, hátsó futómű, üzemanyagrendszer, és 100%-os lesz. Bár szerintem olyan sosem lesz, 99. Közelebb lesz. Ott félben maradt egy mondat, hogy mit kell csinálni a hátsó futóművel. Alapvetően ugye az volt az a probléma, hogy már elő van feszítve teljes széthúzáson van a lengéscsillapító, ez határozta meg, hogy hol van a keréknek a pontja. Ezt kellene beállítani, hogy ez most melyik módszerrel lenne legjobban beállítható, azt meg kellene vizsgálni, mert megint csak az lenne, hogyha jól választotta ki valaki a segédrugót, akkor erre a tömegre már össze kell nyomva lennie. Ez valószínűleg megvan, de most ezt se tudjuk megállapítani. Most az első lépés az lenne, hogyha ha csak leültetni, és nem lenne már széthúzva teljesen a lengéscsillapító, akkor azt lehetne látni, hogy a segédrugó jó-e. Ezzel kellene kezdeni, és akkor utána lehetne kitalálni, hogy milyen irányba kellene elindulni. Lehet, hogy rugócsere kellene, mármint a fő rugócseréje, lehet, hogy az indokolt. Rendben, köszönöm a tanácsot, és megpróbálom ennek megfelelően. Tegyük föl, hogy megtörténik ez a shakedown, a kifaszázás. Utána milyen fejlesztési célok vannak még? Vagy akkor most már tényleg inkább élveznéd egy kicsit? Élvezném, de tervben van majd egy teljes fényezés az autón. Egy-két dolog van, ami engem zavar. Nem gondolod, hogy valamit elvenne belőle? Mármint, hogy pont annyira jól van rajta egy kis patina, ugye megvan ez a patina, és a 15 év alatt ezért sem lett hozzányúlva. Mert mindig ott volt a fejemben, hogy ez gyári fény, gyári elemek, nem volt belenyúlva, belejavítva. De azért minden elemén én tudok olyan apró hibát, ami engem zavar, és szeretném, hogyha az rendben lenne. De hát lesz egy ilyen szép fényed, és akkor kell keresned hozzá egy lökhárítót, és akkor az vonza maga után az egészet. Így viszont egységes. 99%-os lesz. Okay. Mindig 99%-os. Mert akkor már egy kicsit gyűrött a rendszám, hagy patika autón, akkor már hát az is nagyon jól nézte az alatt hűde. Fent van a listán. Most jártam utána, hogyan tudnám legyártatni ugyanezt újban. Hát egy rossz hírt kaptam, valószínűleg már nem lehet ezt legyártatni, csak az új típusút. Igen. Úgyhogy valószínűleg ez így megmarad. Hát tehát akkor marad a körömlak, meg körömlak, a egyengető kalapács. És ecset. Nézd, ha te a 99%-kal leszel boldog, akkor ez a 99%-hoz drukkolunk, az autóhoz pedig amúgy gratulálunk. Köszönöm szépen. És biztos szépen vagyok benne, hogy... Én nagyon örültem, hogy el tudtad hozni, és tényleg gratulálok igazán hozzá. Azt a munkát is elismerem, amit te beletettél a papírozásba, a mechanikai átalakításokba, mindenbe. Szóval el a kalappal. Gratulálok. Köszönöm, szívesen hoztam. Ez itt a pedig jó ötletnek tűnt, az eskügyári arrovata, amiben Béla évtizedek alatt összeszedett gyűjteményéből szemezgetünk képeket, amin érdekes, kreatív műszaki megoldások vannak. Mi ez a mai képpár? Ismét fontos azért elmondani egy mondatban, hogy
Azért találtuk ki ezt, hogy segítsünk másoknak, tehát ne kövessék el ugyanazt a hibát, amiket már mások, vagy akár mi is, én is, mindannyian elkövettünk, könnyebben célba érjetek. Ez nem egy pellengérezés. Így igaz, így igaz. Ne. Így ne, így ne, így ne, pontosan. Így ne. Egy kettős keresztlengőkaros első futóművet látunk, amiben hát nem kell nagy okosság rájönni, hogy ez egy állítható kerékdőlés szöget biztosító felső lengőkar. Lehet ilyet vásárolni. Lehet vásárolni. Ez egy Lada, ugye? Igen. És annak az egész konstrukciónak az érdekessége az az, hogy fölül a kerékdőlést is tudjuk állítani, ugye a két oldalon állítható a lengőkar, de a lényeg az, hogyha ezt különböző mértékben állítod, akkor azáltal egyrészt a csaphátradőlést, vagy a végeredményben az utánfutást is tudod állítani. Uh-huh. Ami igazán érdekes ebben a megoldásban, az, hogy az autó eleje, az én oldalamon van, és az autó eleje felé az a szerkezet, ez gyakorlatilag hát nincs igazából kellően megfogva. Míg a hátsó bekötés itt a lengőkarba az talán bele van hegesztve, és másik oldalon pedig egy csavarkötés tartja, összeszorítja ezt a egyik menetes foglalatot. Már pedig erre komoly csavaróerő hat, hiszen amikor a fékezek, akkor egy nagyon komoly csavaróerőt fejtek ki a csonkálványra. Tehát, hogy ez kap egy ilyen előre-hátra mozdító erőt fönt. Az egy örök szabály, hogy az autónál a tervezésekor a legnagyobb terhelés az első futóműben ébred, akkor, amikor fékezünk. Ez a legnagyobb szilárdsági követelménye egy futóműnek. A kanyarodás az egyáltalán nem teher ahhoz képest, amit egy fékezéskor nyilván kombinálva esetleg egy enyhe kanyarodással tudunk okozni. Tehát azt kellene figyelembe venni. Na most itt az történik, hogy ezt a csavaró nyomatékot az a felső csavarkötés, illetve belül egy gömbcsukló, ami nem képes nyomaték átvitelre. Az a csavarkötés. Így van, ez a kisebb rostásfejű csavarkötés. Ez nem képes, hogy átvigye, illetve hát én nem kockáztatnám meg, hogy ez a módszer feleljen azért, hogy fékezéskor ez a lengőkar nem fog előre elmozdulni. Ha az a kötés, tehát a csavarkötés szorító ereje, a surlódása egy picit is csökken, onnan kezdve az egész futómű el fog csavarodni a felső lengőkar, ez a kötés neki megy a rugó toronynak. Háznak, rugótoronynak, és nyilván az eleje nincs minek neki menjen, de gyakorlatilag nem kifordul a kerék. Kifordul lényegében a futómű. Nem javaslom, hogy ebbe az irányba menjetek, hogyha valakinek mindenképp szüksége van dőlés vagy utánfutás állítására, csaphátradőlésre, akkor azt más módon meg lehet oldani, úgy, hogy természetesen ez ne egyetlen egy surlódó kötésre legyen bízva, akár meg lehet a felső gömbcsuklónak a helyét több csavarosra, erre bevált módszerek vannak a Honda Tuning érában nagyon jól lehet látni, hogy tudják ezt meg. Gondolkodtam ilyen a Mazdához, hátra. Mert ott ugye annak mindenhol excenter csavarjai vannak, és hogy ne kelljen az excenter csavarokba belenyúlnom, vásárolnék egy ilyen felső-hátsó lengőkart, és amikor kimegyek a pályanapra, ráteszem a kis szögmérőt, és adok neki még mondjuk félfogdőlést, ami utcán ugye nem jó, de versenypályán meg kifejezetten előnyös. Nagyon fontos elkülöníteni, hogy a rúdban rúdirányú erőébred, tehát aminek két vége van, de ez az elem, ez egy háromszög lengőkar, ez nyomaték átvitelére is képes, ezért nem szabad ezt a megoldást használni. Egy rúdban, ami a két végén van beköntve, akár szilenttel, akár mivel, oda ilyen megoldást nyugodtan alkalmaz, mert ott nincs nyomaték, csak a rúdban ébredő egyenes erők. Kerüljétek el! Várja, van már még egy képünk. Van bizony. Ez ugyanaz a megoldás alulról. Pontosan, tehát alulról látod, hogy van egyfajta valami csavar, két alátéttel összehozva, és pont megmutatja azt, hogy ott az a szorító erő. Tehát most képzeljük azt el, hogy azt illeszteni kellene a felső lengőkart ahhoz a fogadó elemhez, nem is tudom minek nevezzem. Amennyiben annak a mérete eltér, akkor már a lemezt, a lengőkart nyomom össze, tehát hajlítom el, azért, hogy surlódást érjek el. Na most onnan kezdve ez már eleve nem lesz párhuzamos, akkor már megint kisebb a felület, ezekre én nem nagyon bíznám ezt az egész első futóművet. Látszik, hogy ez egy toldott lengőkar, tehát a nyomtávszélesítést úgy érték el, hogy a lengőkarba
a rugó és a külső bekötési pont közé anyagot oldottak be, 40-50 mm vagy még többet is szoktak. Mivel a kormány mechanizmusba is bele kell, ott látod azt a hatlapos részt, így van, azzal toldották meg a kormány összekötőt, hogy ez az egész beállítás jó legyen, és nyilván lehetőség van itt ilyenkor már azzal is játszani, hogy ezt a lengőkaron, az alsó lengőkar tengelyén a lengőkart előbbre-hátra toljuk, azzal is tudunk elérni kívánt csapterpesztést, de figyeljük meg azt, hogy a csavarok mennyire lógnak túl, van-e arra szükség. Elakad. Alul, főleg alul, nézd meg. Igen. A külső részén. Ha az a menet kap valamit, már nem tudod az anyát letekerni, eleve beleakadhat a pályába, ugyanez érvényes a lengéscsillapítóba is. Tehát a lengéscsillapító bekötésnél is, hogy nem egy precíz, pontos kivitelezést látunk. Köszönjük, hogy velük tartottatok, iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, hamarosan folytatjuk. Sziasztok!